Az együttes megalapításának ötlete az Orosz Föderáció népművészétől Leonid Petrovics Milovanovtól származik. Ő korábban a híres kubani kórusban dolgozott Krasznodárban, ahol balettmester volt. Lipeck megyéből származik, és ezért döntött úgy, hogy Lipeckben alapítja meg ezt a híres együttest. A csoport 50 tagot számlál, sokan vagyunk, énekesek, vokál és a nagy tánc csoport. Kiválasztani a tagokat, na jelentkezőknek profinak kell lenni, kell tudni játszani, énekelni és táncolni. Konzervatórium szükséges hozzá, táncművészeti szakiskola, ennyi az egész. Hány országban jártak már? Könnyebb azt felsorolni, hogy mely országokban nem jártunk még. Európában szinte minden országban voltunk. Amerikában, Kanadában, Angliában, Spanyolországban többször is. Innen Romániába megyünk, majd Szlovákiába és Spanyolországba. Magyarországon először járunk, csodálatos ország, nagyszerű a közönség. Ez a harmadik koncertünk itt, a művészeink le vannak nyűgözve, ilyen ritmusos tapsal még soha nem találkoztunk. Műsorát Oroszország táncaiból állítottuk össze. A táncok és a zene Oroszország teljes területét képviselik. Például az Orenburgi, az Uráli, a Doni, a Kubáni tájakat. Minden tájhoz rendeltünk egy zenét és egy táncot. A csoport vezetője választja ki, hogy mikor melyik műfaj kerül előtérbe. Kubánszki.